Akár már márciusban csődbe mehetett volna Ukrajna, ha az uniós csúcson nem szavaznák volna meg nekik az újabb támogatást. Ezt mondják elemzők, akik szerint Magyarország minden célját elérte a csúcson, ugyanis a támogatások sorsa követhetővé és ellenőrizhetővé vált. Nem lehet fegyvert vásárolni a segélyből, illetve a hazánknak járó uniós források sem kerülhetnek Ukrajnába. Ukrajna az Európai Uniótól kapott források nagy részét költségvetésének kiegészítésére fordítja, közölte az ukrán miniszterelnök a közösségi oldalán. Denis Smihál azt írta, az 50 milliárd eurós támogatásból 39 milliárdot Ukrajna költségvetésében, 8 milliárd eurót pedig speciális befektetési eszközként használnak fel. Csütörtökön nyílt meg a kapu az Ukrajnának szánt 4 évre szóló 50 milliárd eurós támogatás előtt, ugyanis kompromisszum született, és magyar javaslatra a záró dokumentumba beépítették, hogy a tagállamoknak joguk lesz felülvizsgálni a támogatásokat, illetve a magyarok pénze sem kerülhet Ukrajnába. Mi nem adunk pénzt arra, hogy abból fegyvert vásároljanak. Magyarország a béke oldalán áll, és nem ad pénzt arra, hogy Ukrajnába fegyver kerüljön, mondta Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, az 50 milliárd eurót az ukrán állam működésére kell fordítani. Ez az 50 milliárd, amiről most beszélünk, ez nem fegyverre megy. Tehát ez nem egy fegyveres támogatásnak a pénzügyi alapja, hanem ez arra megy, hogy a csődbe jutott ukrán állam ne omoljon össze. Ugyanis az Ukrajna, az ukrán gazdaság lényegében összeomlott. Lélegeztető gépen van. Ha az amerikaiak és mi európaiak nem küldünk pénzt, akkor be kell zárni a boltot. Láthattuk azt is, hogy milyen hihetetlen kapkodásba kezdett a brüsszeli elit. Ukrajna a nyugdíjakat és a katonákat sem tudta volna fizetni az 50 milliárdos EU segély nélkül. Nem véletlen, hogy Brüsszel mindent megtett a támogatás áterőltetéséért. Erről az Alapjogokért Központ elemzője beszélt. Koskovics Zoltán szerint azonban ez a pénz csak Kijev költségeinek harmadát fedezi, és az EU-t követve az Egyesült Államoknak is szerepet kell vállalnia a finanszírozásban. Az Európai Tanács megtette azt, ami a kötelessége, és most várjuk, hogy a Biden adminisztráció mit tud lépni. Én azonban nem látom Bidenékban azt az óriási kedvet, hogy további amerikai adófizető dollárokat utaljanak ki Ukrajnába. Az elemző szerint Kijev támogatása az idei amerikai választások miatt kellemetlen téma Joe Bidennek, ugyanis egyre kevesebben gondolják úgy, hogy az amerikai adófizetők pénzét az ukrajnai háborúra kellene költeni. A pénzútját nyomon követni, főleg az olyan pénzútját, ami tényleg az államnak a fenntartására szolgál, az talán egy fokkal egyszerűbb. Magyarország minden célját elérte az uniós csúcson, ugyanis a támogatások sorsa követhetővé és ellenőrizhetővé vált, nem lehet fegyvert vásárolni a segélyből, illetve a hazánknak járó uniós források sem kerülhetnek Ukrajnába, mondta a Nézőpont Intézet elemzője. Erdélyi Rezső Krisztián hangsúlyozta, a záró dokumentumba az is bekerült, hogy Magyarországgal igazságosan kell bánni. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság kisebb részben, nagyobb részben az Európai Parlament azért az elmúlt időszakban, az elmúlt években igen-igen erősen igyekezett túlterjeszkedni a saját hatalmán, tehát Magyarországot olyan dolgokért is felelősségre vonni, amelyeknek az ég egy adta világon semmi köze a jogállamisághoz, és mégis a pénzzel próbáltak zsarolni Magyarországot. Mire gondolok? Gondolok itt a migráció kérdésére, gondolok itt a gender kérdésre. Az elemző szerint nagy kérdés, hogy mi lesz Ukrajna további támogatásával, ugyanis az EU-ban jelét sem látni a béke iránti vágynak, viszont ha Ukrajna pénze elfogy, akkor Kijev megint az Uniótól kér majd támogatást.